Az évnyitó hagyományosan az elnökség bevonulásával kezdődik, majd a dékán köszönti a meghívott vendégeket. Dr. Fridler Ferenc rektor ünnepélyes megnyitó beszédében elmondta, hogy a jelenlévő arany és gyémánt diplomások élettörténete megmutatja, hogy milyen sikeres volt az oktatás az egyetemen a múltban. A világ azonban megváltozott, és a jelenlegi hallgatóknak már más képességekre van szükségük. Vizsgálataink alapján a mai versenyben helytálló élvonalbeli cégek nem csak a szakmai tudást várják el a végzősöktől, hanem azt, hogy nyelvtudással rendelkezzenek, általában angol, legyenek képesek csapatban dolgozni, legyen referenciájuk, tehát hogy valamit már alkottak, legyenek motiváltak, és ezen kívül, ez nem elvárás, de a sikerességhez kell, hogy legyenek művelt szakemberek. Műveltek nem csak a saját szakmájukban, hanem másban is. Mindezekhez a Pannon Egyetem mérnöki kara megfelelő hátteret nyújt, így az innen kikerülő friss diplomások nagyon jó esélyekkel indulnak a munkaerőpiacon. Ezután dr. Szala István dékán mondott beszédet, köszöntötte az elsőéves hallgatókat, és elmondta, mennyi mindenre nyílik lehetőségük a mérnöki kar hallgatójaként. Intézményünkben kötelező feladatokon túl többek között majd belekóstolhatnak tudományos diákköri és projektmunkákba, melyeknek nagy jelentőségük van, elsajátíthatják a kutatómunka fortéjait, kutatócsoportok munkájához csatlakozva, olyan kapcsolatokra tehetnek szert, amelyek később segíthetik munkájukat itthon és külföldön. Az első évesek mai napon esküt tesznek, és ezzel válnak egyetemi polgárra. Mi kinyitottuk önök számára a mérnöki kar kapuit, ezen belépve mostantól a Pannon Egyetem hallgatói lesznek. Kívánom, hogy érezzük már a programokat. A kulturális műsor részeként a Veszprémi Légierő zenekar előadását hallgathatták meg a résztvevők, ezt követően a gyémánt és aranydiplomák átadására került sor. A műsorvezető röviden ismertette minden jelenlévő diplomás karrierjét. Az ünnepély végén az első évesek letették esküjüket, végül mindannyian kezet foghattak a rektorral és a dékánnal, akik az egyetem, illetve a kar hallgatóivá fogadták őket.